Fekete, szürke és fehér-barna vagy fekete foltokkal. Bármilyen színűek is legyenek ezek a nyuszik, mindenki szívesen megsimogatná őket. Nehéz ellenállni a kis szőrgombócoknak, miközben a frissen szedett fűcsomót majszolva mozgatják az orrukat. Egy-egy ilyen felvételt látva sokan kedvet is kapnak a nyúltartáshoz, főleg húsvét közelettével. A legtöbben azonban nem gondolnak bele, milyen felelősséggel is jár valójában egy ugrifüles tartás a lakásban. Amellett, hogy rendszeres takarítást igényel a ketrec, mást is érdemes tudni róluk. A nyúl képes eltörni a saját gerincét is, hogyha veszélyben érzi magát, tehát saját magának is komoly sérüléseket okozhat, hogyha rosszul nyúl hozzá valaki, vagy bármi ilyesmi. És hát ugye az is egy tény, hogy a nyulakat ugye alapjában véve ketrecben tartják az emberek. Ez hosszú távon nyilván a nyúlnak sem jó, ezért ugye sokan kiengedik szobában, itt-ott-amott, vagy esetleg a lakásban, és hát akkor jön a következő meglepetés, hogy a nyúl bizony rág, és igazából mindegy, hogy mit. Tehát tapétától kezdve távirányító, ágylába mindent tönkre tesznek, hiszen koptatnia kell a fogát, úgyhogy a nyúl amellett, hogy nagyon aranyos és nagyon kedves élőlény, de rengeteg kárt okozhat a lakásban. Egy törpenyuszit 20-25 ezer forintért már meg tudunk vásárolni. Ez a kisállat azonban akár több évtizedig is élhet, és ez idő alatt, mint minden más házi állatnál, orvosi költségek is felmerülnek. Szakemberek szerint ráadásul jóval több, mint egy kutya vagy egy macska esetében. Ugyanúgy oltásokra van szüksége, mint egy kutyának vagy egy macskának, sőt, a nyulat például mindenféleképpen be kell oltani egy olyan betegség ellen, amit a szúnyogok okoznak. Ha egy fertőzött szúnyog csíp meg egy nyulat, akkor gyakorlatilag egy olyan halálos betegséget is kaphat, ami miatt ugye első körben eltorzul a nyúlnak a kis pofia, illetve a teste, és hát amellett, hogy nem szép látvány, súlyos fájdalmai is vannak a nyúlnak, úgyhogy ez nagyon fontos, ezzel nagyon sokan nincsenek tisztában, illetve hát ugyanúgy mindenféle orvosi dologra szüksége van. Vannak egyébként kifejezetten erre specializálódott szakorvosok, mind kórházakban, mind saját kis rendelőkben is, viszont természetesen nekik sem kisebb a költsége, mint egy kutyának vagy egy macskának. Úgyhogy számolni kell azzal, hogy ha nyulat vesz az ember, akkor ugyanúgy rendszeres állatorvosi jelenlétre van szükség, és valószínűleg gyakrabban is egyébként, mint egy kutyának, hiszen sokkal érzékenyebb állatról beszélünk. A húsvéti nyúl eredete egyébként egyes források szerint a 16. századi Németországból ered. Itt készítették az első kosárfészket, és később az első édességnyulat. Hazánkban ez a szimbólum csupán a 19. században lett a húsvéti ünnepkör része.